Kizárólag szabadtéri és online vetítéseket tartanak a 19. Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. A rendezvény nagy színpada Kolozsváron áll, de a szokásos 2000 néző helyett csak 500 embert engednek be. A legfontosabb, hogy tarthatunk szabadtéri előadásokat, ez nagyszerű. Teli hold lesz, tartunk vetítést az erdőben, és ott lesznek mindenféle ufós meg vámpíros filmek. Biztos vagyok benne, hogy a közönségnek tetszeni fog. A korlátozások ellenére nagyon örülünk, hogy megrendezhetjük a fesztivált, mondta a rendezvény főigazgatója. Minden helyszínen megmérik a nézők testhőmérsékletét, és figyelnek az emberek közötti távolságra is. Biztonságban érzem magam, van néhány szabály, ezek egészen világosak, mondta egy néző. Egy másik szerint kicsit furcsa a székek közötti nagy távolság. Szerinte ez egy másik valóságnak tűnik. A fesztivált a francia romantikus komédia A boldog idők nyitja. A szervezők a nemrég elhunyt olasz rendezőzsenire, Federico Fellinire több műve vetítésével emlékeznek. Összesen több mint 130 filmet válogattak be a fesztiválra, ezek közül legalább 20-at meg lehet nézni két héten át online is a fesztivál honlapján. A kolozsvári filmfesztivál augusztus 8-áig tart.